Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Városi TV Mohács december 23-ai Hétközben című magazinműsorát látják. Adásunk elején jöjjön szokásos rövid képes ajánlónk. Polgármesteri interjú, a küszöbön álló autópályafejlesztésről és a tervezett hídépítésről kérdeztük városunk első emberét. Karácsonyi ajándék a kórház összes dolgozójának, valamint védőfelszerelések beszerzése. Újabb ajándékok a kórházi dolgozóknak. Rászoruló családoknak juttatott tartós élelmiszercsomagot a Mohácsi Roma önkormányzat. Már lobog a szeretett gyertyájának lángja is az adventi koszorún. Mohács közlekedési elszigeteltsége egyre inkább a múlté. A küszöbön álló autópályafejlesztés és a tervezett hídépítés jelentősen javítja jövőbeli megközelíthetőségünket. Az önkormányzat ezzel kapcsolatos várakozásairól, a fejlődés várható további irányairól Pávkovics Gábor polgármesterrel beszélgettünk. A közelmúlt híre volt, hogy a kormány megadja a plusz támogatást közforgalmú kikötőnk felépítéséhez. Összegszerűen közel 3 milliárd forintos többletről van szó. Milyen lehetőségek nyílhatnak meg ezzel előttünk? Mohács gazdaságára, a vállalkozások működésére, egyáltalán a város életére egészében milyen hatást gyakorolhat ez a komplexum? Épp a mai napon kaptam meg a támogatási szerződés módosításának az anyagait, és előreláthatólag ezt ki fogom küldeni képviselőtársaimnak is, hogy véleményezzék, és egy polgármesteri határozattal kell megtámasztanom ahhoz, hogy pénteken alá tudjam írni ezt a szerződést. Tehát a kormány határozat után dolgoztak a szakértők, és eljutottunk odáig, hogy meg lesz a támogatási szerződés módosítása. Ez azért fontos, mert amikor ez hatályba lép, akkor az akár jövő hétfőn vagy kedden is lehet, mert az ITM képviselője is alá fogja írni, akkor a közbeszerzéssel elnyert vállalkozói szerződés is hatályba lép, és így át tudjuk adni a feladatrendszert, a munkaterületet a vállalkozásoknak. Igaz, hogy először tervezéssel kezdenek majd, mert a közbeszerzési eljárásban egy ilyen duális feladatrendszert írtunk elő, a tervezés is a vállalkozónak, a feladata lesz meg a kivitelezés is. De visszatérve a kérdésnek az eredeti tartalmára, hogy ez milyen hatással lesz a városra, erre mondanék egy példát. A megyei integrált területfejlesztési programban és stratégiában a Mohács város és annak a környezete egy agrár, feldolgozó és élelmiszeripari besorolást kapott, és ilyen hosszabb távú fejlesztési elképzelések voltak. Most ez megváltozott, mert a város amellett, hogy ez az ágazat még mindig hangsúlyos, de lényegesen nagyobb hangsúlyt kapott már a logisztika ebben az integrált területfejlesztési stratégiában, és így szerves része lesz egy pécsi iparfejlesztés, egy mohácsi logisztikai bázis, akár a Duna, akár az autópályáknak a kereszteződése csomópontja, tehát egy másik dimenzióban is megvilágították a városi rendszereket, és pont egy ilyen fejlesztés, mint mondjuk a kikötő építése, ezt segítette elő, hogy egy más dimenzióba is tudják értelmezni a város lehetőségeit. Ez egy nagyon fontos kérdéskör. Én azt gondolom, hogy a jövőt azt akár 5-10 évben is becsüljük, ez a kikötő, ez alapvetően meg fogja határozni. Szintén a közelmúlt bejelentése volt, hogy Bój és Ivándárda között elkészül az autópálya szakasz, és ezzel válik teljessé a magyar-horvát határig vezető M6-os autópálya. E nagyjából 20 kilométeres rész tőlünk alig pár kilométerre fut majd. Ha erre és a hídépítés előkészületeire gondolunk, akkor a volt polgármesterünk Szekó József által évekig emlegetett, komoly problémaként megnevezett közlekedési elzártság jelentősen enyhülni látszik. Mohács első embere hogyan látja ezt? Ez így van. Én emlékszem a Szekó József polgármesternek a szavaira, ami a több mint 20 évvel ezelőtti megfogalmazásban volt, főleg amikor a Dészláv háború dúlt, akkor bezártak minket a Duna egy háborúval sültött határövezet mentén, és gyakorlatilag a kilátástalanság kategóriája volt. Aztán ugye 2010-ben átadták az M6-os autópályát, és bekötötték a Pécset is ebben a rendszerben. Akkor logikusnak tűnt, hogy egészen az országhatárig fogják építeni, hiszen felvonultak a gépek, a berendezések, itt voltak a kapacitások, és úgy gondoltuk, hogy ez a logikus válasz. Eltelt 10 év, és most van arra esély, ugyan múlt héten jelent meg a kormányhatározat erről a projektről is, hogy zöld utat kapott, megkapták a forrásokat,
hogy megépülhet ez az autópálya szakasz, és ha a horvátok is elérnek a határig, akkor gyakorlatilag Mohácson keresztül az M6-os, az bekapcsolódik a horvát és a Balkánon futó autópálya rendszerbe, ami nagyon fontos számunkra, mert így megnyílik a kereskedelem nem csak Horvátországgal, hanem Szerbiával is, nagyon komolyan előrelépünk, és a Boszniával is, tehát gyakorlatilag, ha emlékszünk rá, mennyi gabonát szállítottunk le a bosnyák határon, és ez a horvát is ezt a rövid pályaszakaszt autóutat terhelte, most már autópályát fogja terhelni, ez nagyon jelentős lesz a változás. És még egyet szeretnék azért megemlíteni, hogy a Dunahíd, ami az M9-es vonatkozásában is egy nagyon értékes projektelem, és most nem a hídról beszélnék, hanem az, hogy a szakma úgy ítélte meg, hogy az a jobb megoldás, hogyha az M9-es autópálya az egészen itt a Mohácsi Dunahídon fog keresztül menni. Ez az a karé, amiről már régóta beszélünk, hogy Szombathelytől egészen Debrecenig egy fél karéban végig lehet menni majd kétszer-két sávos autópályán, és ez pont itt Mohácson fogja keresztezni egymást az M6-os is, ugye ez az 5C koridor, meg ez a karé, én azt gondolom, azt, hogy logisztikai besorolást kaptunk, ez nem csak a kikötő, hanem ennek az autópálya csomópontnak is köszönhető majd, és azt gondolom, hogy nekünk a fejlesztési koncepcióinkat ebbe az irányba kell majd erősíteni. Ha az út és kikötőfejlesztés tervei megvalósulnak, az ma még megjósolhatatlan mértékű fejlődés előtt nyitatja meg az utat. És ha így lesz, a jövőben új értelmet és tartalmat kap a régi szólam, amely így hangzott. Nekünk Mohács kell. A gyógyító tevékenységet, az intézmény működését szolgáló eszközök, felszerelések szinte napi rendszerességgel érkeznek kórházunkba. Pár napja azonban egészen másfajta szállítmány futott be a város és térsége egészségügyi centrumába. Kitűnő borok, finom, karácsonyi beigli került elő a dobozokból pár nappal ezelőtt a kórház udvarán. Igazán szép gesztus azok felé, akiknek a járvány idején fokozott mértékben kell helytállniuk. Mint kiderült, az ajándékozó a hazai közétkeztetési piac egyik meghatározó szereplője, a Hungast Holding ZRT volt. A cég képviseletében Kérfalusi Attila vezérigazgató fontosnak tartotta, hogy személyesen is ellátogasson Mohácsra. Piacvezető szolgáltatóként mindig komoly társadalmi szerepvállalásban veszünk részt. Az idejében sokat gondolkodtunk azon, hogy hol lehet a legnagyobb szükség, és úgy döntöttünk, hogy most van a platófázisán a járvány, talán most van a leginkább szükség a kórházakban segítségre, és ezért gondoltuk azt, hogy az ország több pontján közel 7000 fő részére fogunk ajándékcsomagokat szétosztani, ennek része a Mohácsi Kórház is. Mögöttünk itt tekintélyes mennyiségű ajándék, mi minden van a csomagokban, a dobozokban? Minden dolgozó részére a takarítónőtől a főigazgatóig szándékoztunk ajándékot hozni. Az ajándékcsomag egy üveg villányi bor lesz, illetőleg hozzá beigli. A beiglikben van mákos szilvás, illetőleg diós barackos beigli. Pávkovics Gábor hosszú időn át, 20 esztendőn át képviselőként, bizottsági tagként, elnökként, pár hónapja pedig polgármesterként figyel és látja közelről a Mohácsi Kórház működését. Az idei esztendőt, annak erőfeszítéseit hogyan értékeli? Egy kicsivel messzebbről kezdeném. A Mohácsi Kórháznak a fenntartója a Mohács Város Önkormányzata volt 20 évvel ezelőtt, talán 15, és utána átszervezésre került az egészségügyi ellátórendszer, és a minisztériumnak a fenntartásához tartozik most közvetlenül. Nem a város felügyeli a kórháznak a működését, de mivel hogy itt van a városunkban, és az egyik legnagyobb foglalkoztatója a városnak, ezért fontos számunkra, hogy a kórház megfelelő likviditással rendelkezzen, jó működjön. Itt van ez a Covid-járvány, ami hatalmas erőfeszítésekre sarkalta a kórház dolgozóit is, az egészségügyi dolgozókat is. Még szerencse, hogy a korábbi években jelentős fejlesztést tudott végrehajtani a kórház saját erőből, minisztériumi pénzekből, uniós forrásokból. Ezért az ellátás színvonala műszaki tartalmát tekintve megfelelő. Most a legnagyobb kihívás a humán erőforrás lelkesedésének a megtartása, ugyanis ez a vírus ez most már nem két hónapja tart, hanem idestóva egy éve, és úgy látom, hogy fogy az energia. Ezért szeretnék továbbiakban is kitartást kérni az egészségügyi dolgozóktól, és úgy gondolom, hogy ezt a feladatot megfelelő színvonalon és megfelelő lelkiismerettel el fogják tudni látni a továbbiakban is.
A kórház vezetése, az itt dolgozók részéről mi volt az első gondolat, amikor a mai ajándékozást hírül vették? Óriási örömmel, hiszen tudja mindenki, hogy ez a karácsony nem olyan lesz, mint a korábbi évek karácsonya. Sajnos ez egy bezártabb, kevésbé bensőséges és feszültségekkel terhelt. Mind a családokon belül, mind a társadalomban, hiszen a Covid-járványhelyzet az emberek elszigetelését hozta, hiszen más eszköz a gyógyászati lehetőségeken kívül jelenleg még amíg a vakcina oltása el nem kezdődik, nem igazán el rendelkezésünkre. Éppen ezért a helytállás eredménye és a helytállás mellett nagyon örülünk és tisztelettel és szeretettel fogadjuk ezt az ajándékot, hiszen valamennyi dolgozónknak jut belőle, nem csak a betegágy mellett állók számára is, hanem mindazoknak, akik a munkánkat segítik, legyen az konyhai dolgozó, takarító személyzet, vagy akár a műszaki brigád emberei is. Egy emberként kapjuk az ajándékot, és osztjuk szét egymás között, hiszen egy egységről, egy egységes munka tímről van szó, akiből senki nem hiányozhat. Úgyhogy nagyon örülünk ennek, hiszen egy picit elismerést is jelent számunkra, hogy vannak, akik figyelemmel kísérik a munkánkat, és pozitívan gondolnak ránk, és lélekben, ha fizikailag nem is tudnak itt lenni, de velünk vannak és támogatnak. Úgy tudjuk, hogy a Hungast Holding ZRT-n kívül mások is ajándékoztak a kórháznak, kik és mit. Szerencsére azért az első járvány időszakhoz hasonlóan most is többen próbálnak támogatni bennünket. Voltak helyi vállalkozói felajánlások, most is úgy tudom, hogy a helyi iparkamara is egy felajánlást tesz, a napokban fog megérkezni az ajándékjuk, de például Gere Attila borász is minden dolgozónak felajánlott egy üveg bort, illetve hát még folyamatban vannak a különböző felajánlások technikai kivitelezései. Tegnap kaptunk egy e-mailt, hogy az OTP Bank egy 5 millió forint értékű műszer beszerzésével támogatná a kórházat ebben a nehéz időszakban. Úgyhogy köszönjük az ajándékokat, mindenki nagyon örül, és közös hasznunk válik ebből. A műszerek után eszközökre térjünk át. Pár nappal ezelőtt két transportnyi védőeszköz is, védőfelszerelés érkezett Mohácsra. Pontosan mekkora mennyiség, mi minden volt ebben a szállítmányban? Ezt most ketté választanám, mert a kórházba folyamatosan érkeznek a különböző védőeszközök. Szerencsére az első védekezési időszakban a vállalkozók adományaiból mi, mint kórház be tudtunk alapítványon keresztül egy olyan biztonsági tartalék védőeszköz raktárat létrehozni, amely gyakorlatilag abban az esetben, ha véletlenül bármiféle elakadás lenne a központi kiszállításokban, akkor azokkal is át tudnánk vészelni több hetet. Viszont amiről most szó esett, az az önkormányzaton keresztül valósult meg. Ez azt jelenti, hogy az egészségügyi dolgokat és ügyleteket intéző alpolgármesterként, polgármester úrral megbeszélve és kellő felelősséget érezze a dolgozók és intézményeink egészségi állapota és a védőeszköz készlet iránt gyakorlatilag nagyon kedvező forrásokból sikerült több mint 40 ezer kesztyűt, különböző méretű kesztyűt, 200 pajzs, arcvédőpajzsot, 500 védőruhát, 5000 FFP2 nagyon magas hatékonyságú védelmet adó maszkot, és több mint 1000 lábzsákot, valamint 100 gyors tesztet beszerezni, amely segítségével célunk, hogy esetlegesen az intézményeink dolgozóit, természetesen önkéntes alapon, de tesztelni szeretnénk, lerövidítve azt a hivatalos átfutási időintervallumot, amely jelenleg még a gyakorlatban tapasztalható. Továbbá ezekből a védőeszközökből nem csak az önkormányzat dolgozói számára, hanem a különböző szociális intézményeinknek, alapellátó ügyeleti rendszer védőnök számára is biztosítjuk a folyamatos ellátást. 5 héttel ezelőtti hír volt, hogy a kórház COVID-19-es ellátó intézményé lett minősítve, miniszteri rendelet alapján. Ugye eltelt több mint egy hónap. Mi minden történt ez alatt? Milyen tapasztalatokra tettek szert? Az operatív törzs irányításával azt tudom mondani, hogy teljes mértékben felkészültünk. Humán erőforrás képzése mellett kialakítottuk azokat az infrastruktúrákat, ahol most a tényleges ellátás folyik. Jelenleg az új belgyógyászati tömböt a betegutak tudatos és célszerű átgondolásával, szervezésével úgy tudtuk megoldani, hogy szintenként különítjük el a betegeket, külön vannak az intenzív ápolást igénylők,
a COVID pozitív betegek és a COVID gyanús betegek is egy-egy emeleten. Természetesen a humán erőforrás óriási megterhelést jelent az intézmény számára, ennek a biztosítása, de egyelőre, ha nem nő az esetszám, bízunk benne, hogy helyt tudunk állni. A város és a térség vírus helyzetéről itt ma mit lehet elmondani? Mi az, amit biztosan tudunk? Azt, hogy lényegesen nehezebb helyzetben vagyunk, mint az első szakaszában a járványnak. Sokkal több beteg van, és érthetők ezek a korlátozó állami szinten is, és az operatív törzs által meghatározott eljárásrend és a különböző szigorítások. Mint említettem, már egyetlen módja van a különböző védőeszköz, tehát a maszk, a folyamatos kézfertőtlenítés, a folyamatos védőruhacsere és az egyéb eljárás, eszközös eljárásrendek mellett az, hogy minél kevesebb kontaktus alakuljon ki. Éppen ezért mi úgy próbáljuk szervezni itt a betegellátást is, hogy minél kevesebb beteg legyen egy légtérben, illetve hát időpontok adásával próbáljuk megszabályozni azt, hogy minél kevesebb kontaktus jöhessen létre. Hogyan látja, hogy nagyon nehéz időszakot élnek meg hónapok óta, a nagyobb leterheltség, a nagyobb felelősség az emberileg közelebb hozhatja egymásra az itt dolgozókat, egységesebbé kovácsolhatja a kollektívát vajon? Azt mondják, hogy bajban ismerszik meg a jó barát. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen a nehéz lelki és fizikai megterhelés az embereket összekovácsolja. Helyt kell állni egymás mellett és egymásért is, és időnként egymás helyett is. Én bízom abban, hogy valóban egy olyan csapat sajnálatos módon a Covid kapcsán kovácsolódik össze, amely tartósan helyt tud állni, és el tudja látni azt a feladatot, amely hát végül is a feladatunk és hivatásunk. A városunk, illetve a körzeteinknek a lakói maradéktan ellátása. Ha dr. Csizmadia Csaba egy amolyan előrehozott újévi jókívánságot fogalmazhatna meg, amelyet egy jó tündér teljesít is, mi lenne az? Ez egy nagyon nehéz kérdés, persze viccesen azt mondhatnám, hogy azt kívánom, hogy teljesüljön minden kívánságom, de komolyra fordítva a szót, én abban bíznék kórházvezetőként, hogy legyen elég humán erőforrásunk, legyen elég forrásunk, és helyt tudjunk állni ebben a nehéz járványhelyzetben, ami reményeink szerint a vakcinaoltás megkezdését követően le fog csengeni, és utána együtt értékelve boldogan tudjuk majd elmondani, hogy ezt megcsináltuk, férfi munka volt. A vírushelyzet miatt jóval nagyobb terhelésnek kitett egészségügy szereplői, az orvosok, ápolók és mások méltán vívják ki valamennyünk elismerését, tiszteletét. A megbecsülés jeleként így évvégén, karácsony előtt számos helyről kapnak ajándékokat az ágazat dolgozói. Az adományozók sorából a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara s annak mohácsi irodája sem akart kimaradni. Felsorolni is nehéz volna, mi mindent pakoltak ki annak a kis teherautónak a rakteréből, amely múlt csütörtökön kanyarodott be az intézmény udvarára. Az összegyűjtött adományokat Kis Ferenc, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mohácsi elnöke, valamint Mintál Erika, a kamara itteni irodájának vezetője hozta el a kórház kollektívájának. Igen, ez a kezdeményezés, mint az átadáskor elmondtam, Pécset indult egy bő hónappal ezelőtt, és nagyon sikeres volt ott is, és ennek alternatívájaként megpróbáltuk ezt Mohácson is megvalósítani. Nagyon jól sikerült az adománygyűjtés, jó néhány vállalkozó adta össze az itt látható adományokat, és hát ennek az összértéke kb. 700 000 forint, sőt, ahogy most hallottam, már fölé is mentünk. Ez az adomány elsősorban azért volt, hogy a COVID osztályon dolgozók életét könnyítsük meg, amikor ők a munkából fáradtan hazaérnek, és a pihenésük egyszerűbb és jobb legyen. Volt egy csomag, ami kevésbé látványos, viszont nagyon értékes ez a csomag. Utalványokkal van megtöltve ez a kis csomagocska. Ez pedig azt mutatja, hogy a vállalkozók egymásra is gondoltak. Ez az 1+1 akciónak a lényege, mégpedig az, hogy egy jó gazdasági évet zárt vállalkozó elmegy egy olyan vállalkozó, ahol gyengén sikerült az idei év a külső körülmények miatt. Ott vásárolt egy utalványt, azt elhozta hozzánk a kamarához, és mi ezt a utalványt átadtuk az itt dolgozók számára. Így ugye mindenki jól járt, körbe megy a dolog, és az a vállalkozó, aki hátrányba került az idei évben,
az gazdaságilag egy picit helyrerázódhat itt karácsony előtt. Kicsit hadd kíváncsiskodjunk, mi minden jött itt a csomagban, mi mindent hoztak a kórházi dolgozóknak? Hát elég széles körű ez a dolog. Tartós élelmiszer az nagyon sok gyűlt össze. Ezen kívül, ami jelentős tétel volt még az utalványokon kívül, könyvek, könyvutalványok, valamint naptár, karácsonyi dísz és más ilyen hasonló dolgok. A covidos időszakban a mohácsi vállalkozók is nehéz évet zártak, ezt tudjuk, mégis fontosnak tartották, hogy segítsenek. Miért? Hát igen, ez ugye nem csak a mohácsiak fejében fordult meg, hogy segíteni kell, mint említettem, megyei szinten, illetve az országos szinten. Tudomásom szerint az elmúlt napokban is járt itt más is, aki adományokat hozott. Ez azt hiszem belülről fakadó dolog, hogy amikor baj van, akkor segítsünk egymáson. Beszélgetésünk végén Kis Ferenc kiemelte továbbá. Nem kizárólag kamarai tagok, hanem más partnerek is közreműködői voltak ennek az adománygyűjtésnek. Valamennyiüknek nagy köszönettel tartoznak. Az odafigyelést, az önzetlen ajándékozást a Covid részleg főnővére, Fükéné Jámbor Julianna és Engert Ferenc, a Mohácsi Kórház gazdasági igazgatója egyaránt meleg szavakkal köszönte meg. Szinte nem múlik el nap városunkban, hogy a karácsony előtti időszakban ne legyen valahol ajándékátadás, adományosztás a nehezebb körülmények között élő családoknak, embertársainknak. Így volt ez múlt szombaton is a Szent István utcai Tűr István képző és kutatóközpontban. Pár héttel ezelőtt, amikor Kovács István aludtáról beszélgettünk, akkor még gyerekeket keresett föl és Mikulás sapkát viselt. A játék a vicc kedvéért. A Mikulás sapka már a fiókban van, de a jó szándék az maradt. Itt, ha körülnézünk a tűrképzőközpontba, csomagok, ajándékok sokaságát látjuk, kik kapják ezeket. A hátrányos helyzetben lévő roma és nem roma emberek számára, hiszen megígértük, hogy karácsony előtt kapnak még egy élelmiszer csomagot a rászorulók, és ígéretünk szíven ezt be is tartjuk, és hát örömmel is, hálás szívvel adjuk ezt a emberek részére. Összesen hány emberről, hány családról van szó? Közel 450 családot számoltunk, akiknek most azért is, mivel ez a covidos járvány helyzet van, tekintettel úgy gondoltuk, hogy most rájuk is kell gondolni, szükösen vannak, és úgy gondoltuk, hogy egy kis száraz élelmiszer csomaggal őket is megajándékozzuk. Kicsit kukkancsunk bele ebbe a csomagba, mi minden van benne? Olajtól kezdve, tehát kakaótól kezdve, pudingoktól kezdve, tej, rámától kezdve, minden megtalálható, liszt, cukor, tésztaféléktől kezdve, tehát ilyen száraz élelmiszer csomagokat adunk az emberek részére, és majd van egy más dolog, amiről szintén szeretnék beszámolni, és úgy gondolom, hogy ez is jó gondolat, amit elképzeltem, és már megvannak a szponzorok is, akik támogatni fognak. Pontosan mondjuk meg mi ez, úgy hallottuk, hogy egy disznóvágás készül, nem is akármilyen. Köszönöm szépen, így van, tehát vállalkozó urakkal beszéltem, akiknek nagyobb sertéstelepeik vannak, és ők felajánlottak 5 disznót, amit ők fognak feldolgozni, és ilyen disznótoros csomagot készítünk, ugyan 250-300 család részére. Egy picit még térjünk vissza azokra a családokra, akik itt ma ajándékcsomagot vehetnek át. Hogyan mérték fel, hogy kik kerülhetnek be ebbe a körbe? Hát ez már egy régi megvalósult felmérés alapján tesszük ezt, és nem titok azt, hogy a népjóléti osztályt is mindig megszoktuk kérdezni a családsegítőket is, hogy ők hogy látják, mert mit látják. Ugye, és én úgy gondolom, azért nálunk jobban senki nem tudja, hiszen naponta közöttük járunk. Gondokkal, problémákkal megkeresnek, és mi fel tudjuk számolni, és számunkra nem csak a roma családok, a névadók,
a hátrányos helyzetben lévő emberek, a szegény, elesett emberek, én úgy érzem, hogy itt az ideje, hogy segítsünk. Megtettünk volna, az is egy felvetődött az önkormányzatunk részéről, hogy egy meleg ételosztást csináljuk. Én nem hiszem, hogy ennek akkora kellett volna, hogy mit tudom én, egy 150-200 főnek főznünk. Nem. Tehát inkább erre aspiráltunk, hogy inkább ebből legyen kicsit több, és ezt adjuk, és itt is köszönetet kell mondani, nagyon sokat lobbizott ezért Mohácsváros polgármestere, Pávkovics Gábor úr, és mindazok a vállalkozó urak, akik segítettek, támogattak bennünket, hiszen nélkülük ez nem jött volna sem ma, sem a múltba sem, hiszen az ő támogatásukkal tudtuk ezt megoldani, és remélem, hogy egy kicsit segíteni tudunk nekük, és egy ilyen üdvözlő is tettünk mindegyik kosárba. Még egy dolog, itt a családok, akik átveszik ezt az ajándékot, mit szólnak ez a kedves gesztushoz? Milyen visszajelzéseket kapnak itt helyben? Tehát mindig voltak és lesznek is sajnos negatívok, hogy én miért nem kaptam, az miért nem kapott meg. Tehát ez nem jár, ez adható. Hogyha ide néznénk, oda oldalt, és ott még mindig lehet látni Mikulás csomagot, egy pár darabot. Tehát nem igaz, hogy nem kaphattak volna, ha egyszer azt sem tudták kívánni néhány ember, hogy a télapunk odaérjen, és már elkezdtek mocskolódni, elmondtak mindenkinek, ezt meg kell szokni, ez együtt kell élni. Hiszen volt és lesz is ilyen, tehát nem tudták türelemmel kijárni. Nem volt olyan gyerek, aki nem kaphatott. Úgy döntöttük, hogy az utolsó pillanatban, mikor még ott voltam 35-6 csomagunk, felvettem a kapcsolatot Mohácsváros főigazgató úrral, Csizmadia főorvos úrral, mivel itt nincs gyerekosztály Mohácson átmenetileg, ezért úgy gondoltunk, hogy a gyermek szakrendelőbe megyünk, és ahogy jöttek a gyerekek, úgy adtuk át nekük a Mikulás csomagot. Úgyhogy nem veszett kárba, számukra is örömet tudtunk okozni, szerezni. December 20-án, advent utolsó vasárnapján a negyedik gyertyát is meggyújtották, mind a templomokban, mind pedig az otthonokban. A szeretet gyertyája keresztelő Szent János odaadását jelöli, aki hittel, reménnyel és örömmel hirdette Jézus eljövetelét, aki a szeretet által jut el az emberek szívéhez. A Zárda templomban megtartott szentmisén Bacsmai László plébános prédikációjában advent legfontosabb alakjáról, boldogságos Szűz Máriáról beszélt. Krisztusban szeretett testvéreim, az elmúlt hetekben beszéltünk advent nagy alakjairól, Izaiás prófétáról, keresztelő Szent Jánosról, és a mai vasárnapon a harmadik, és ha lehet rangsorolni, akkor azt mondhatnánk, hogy advent legfontosabb alakjáról beszélünk, a boldogságos Szűz Máriáról. Hiszen nélküle jobban senki nem várta Jézus születését, és őnála senki sem volt közelebb Jézushoz. Amit Mária életéről tudni kell, az, hogy nem hangoskodó élet volt, hanem Mária csendben él Názáretben. Hallgat, figyel, és fogékony az Úr szavára. A hétköznapi életben is nagy jelentősége van a hallgatásnak, különösen a meghallgatásnak. Nagy erény, ha meghallgatunk egy panaszkodó vagy segítségre szoruló embert. Lehet, hogy nem is kell semmiféle tanácsot adni, csak egyszerűen meg kell hallgatni. A héten engem is felhívott valaki, és negyed órán keresztül mondta. Igazából nem sokat kellett beszélnem, csak hallgatnom.
de neki a megosztott fájdalom, az biztos vagyok benne, hogy fél fájdalommá vált. Mária is hallgatott, a szűzanya hallgatása szent volt, neki nem önmaga volt a fontos, hanem Isten. Az angyal, hallottuk az evangéliumban, Isten jelenlétét jelzi. Gábriel arkangyal Isten követe, aki hírt hoz. A köszöntésben kegyelemmel teljesnek nevezi, vagyis bűn nélkülinek, vagy ahogy nemrég ünnepeltük, szeplőtelennek. Mária számára nem természetes ez a szituáció, ezért zavarba jön, és gondolkodni kezd, hogy miféle köszöntés ez. És ekkor megkapja Isten üzenetét, a megváltónak lesz az anyja. Majd amikor nem érti, akkor mer kérdezni, hogyan történik ez. És amikor megtudja, hogy Isten műve, akkor nyugodtan rábízza magát az Istenre, és igent mondott Isten üzenetére, és ezzel elkezdődött az új teremtés kezdete, elkezdődött Isten új szövetsége velünk, mert az Isten fia Mária méhében testet öltött. Hogy mondtam az elején, Istennek szüksége volt Mária igényére. Az evangélista kétszer is kiemeli Mária szüzességét. Így szól a szűzhöz, illetve a szűz neve Mária volt. Illetve megemlíti, hogy mivel József Dávid házából való, így lesz a törvény szerint Jézus Dávid utódja, habár Mária is Dávid családjából származott. Testvéreim, ez keresztény hitünk egyik alap pillére, hogy Jézus Szentlélektől fogantatott. Ha valaki ezt nem tudja elhinni, az nem keresztény. De miért olyan nehéz elhinni azt, testvéreim, hogy a mindenható Isten, aki a semmiből létrehozza ezt a világot és benne az embert, férfi közreműködése nélkül emberré tud válni. Ezért nevezzük Jézust Isten embernek, mert a személye az isteni, a természete viszont isteni és emberi egyben. Tehát Istennek szüksége volt Mária igényére, hogy az isteni ige testet öltsön benne. Egy ideje elkezdtem olvasni az ószövetségi nők életéről szóló regényeket, mint például Rút vagy Ráháb. Eddig nagyon-nagyon tetszett, egy kicsit úgy még közelebb kerültem hozzájuk. Most azt gondoltam, advent lévén, mert van ebben a sorozatban Mária életéről szóló könyv is. Elkezdtem olvasni, és már az elején megbotránkoztam azon, amikor az író, ugye regényről van szó, tehát az írói szabadság az szárnyalhat, az író a szent hagyománnyal ellentétben Máriát szülei második gyermekének datálja, és amin még jobban csodálkoztam, hogy Joákim azt mondja, hogy igaz, hogy az első is Mária, legyen a második is Mária, ő a kis Mária. Hát gondoltam, nehéz elhinni azt, hogy egy családban, ha van két lány, akkor mind a kettőt egyformán nevezik. Na jó, ezen azért túlléptem magam. Aztán olyan szépen írja le azt, hogy ahogy köszönti az angyal a szűzanyát, az angyali üdvözletet, a betlehemi éjszakát,
az egyiptomi menekülést, ez úgy mind egységben volt a Szentírással és a Szent Hagyománnyal. Majd aztán jöttek a názáreti évek, az aztán teljesen eltér a regényben a mi katolikus hagyományunktól, hogy Mária szűz volt és az is maradt, vagyis hogy Jézusnak nem voltak vérszerinti testvérei. Szinte a szívem sajgott, amikor olvastam azt, hogy Jézus után néhány fiúval és pár lányjal is gyarapodott a Szent Család. A nagy családnak vagyok a híve, nehogy félreértés legyen, de ebben az esetben ez szöges ellentétben van a mi hitünkkel. Ez már annyira mélyen érintett, hogy letettem a könyvet, és két napig nem tudtam a kezembe venni. De aztán gondoltam, advent van, ömegtagadás, elolvasom. Ugye mi katolikusok azt valljuk, hogy Mária és József között nem volt testi kapcsolat. Jézusnak nem voltak vérszerinti testvérei, amikor a Szentírás arról beszél, hogy anyád és testvéreid keresnek, Jézusnak egyik tanító útján, akkor itt arról van szó, hogy az unoka testvérei, mert nekik nem volt külön szavuk a testvérre, meg az unoka testvérre. De néha még a mi magyar nyelvünkben is, főleg a székelyeknél tapasztaltam ezt, hogy amikor az unoka testvére is azt mondja, a testvérem. És a legnagyobb érvünk nekünk amellett, hogy Jézusnak nem voltak vérszerinti testvérei, az az, hogy amikor Jézus a kereszten függ, akkor Jézus Jánosra, a tanítványra bízza az ő édesanyját. Ha neki lettek volna vérszerinti testvérei, akkor azoknak lett volna a törvény által vett kötelességük, hogy gondoskodjanak az anyáról. De Jézus tudta, hogy Mária egyedül maradt, hiszen József már előtte meghalt. Ezért azt mondja Jánosnak, íme a te anyád, neki pedig íme a te fiad. Testvéreim, Mária nem csak abban az értelemben volt Isten eszköze, hogy megszülje Jézust és felnevelje, hanem Isten őt eleve erre választotta ki, és megóvta őt, ahogy ünnepeltük szeplőtem fogantatáskor, az áteredő bűntől és minden személyes bűntől. Mária számára Jézus halála és feltámadása után az ő családja az apostolok közössége volt, hiszen ott van pünköskor az egyház születésnapján. Ha neki lett volna vérszerinti családja, akkor ott lett volna közöttük. Ő egészen Istennek szentelte az életét, és Isten ezt azzal jutalmazta meg, hogy felvette őt testestül, lelkestül az ő országába, ahol közben jár értünk. Máriának nincsen sírja. A Szentföldön jártam, de sehol nem mondták azt, hogy ez Máriának a sírja. Hanem van egy olyan templom, ahol Mária elszenderülését ábrázolják, ahogy ő fekszik. Tehát egy kicsit furcsa volt ez a Mária szobor ábrázolás, hogy nem állva van, hanem fekve. De ez Mária elszenderülését, de nincsen sírja. És itt a regényíró ezt úgy oldja meg, hogy Mária szájába adja azt, hogy azt kéri Jánostól, hogy majd, ha elérkezik az idő, akkor őt jeltelen sírba temesse, hogy senki ne tudja, hogy hol van, hogy ne menjenek az ő sírjához. Milyen fájdalmas lenne, ha tényleg ez így történt volna. Testvéreim, én hálát adok a Jóistennek, hogy mi katolikusok Máriát a megfelelő helyen tudjuk tisztelni. Fontos az, Mária nem istennő. Fontos az, Mária nem a negyedik isteni személy. Nem akarjuk a Szent Háromságba betuszkolni.
hanem a legnagyobb közben járunk az égben. Ezért imádkozunk, hozzá kérjük az ő közben járását. Természetesen lehet közvetlenül is imádkozni a Szent Háromsághoz, Atya, Fiú és Szentlélekhez, de hogyha mi kérjük a szűzanya közben járását, ő akkor a mi gyarló kéréseinket megtisztítva viszi az Istenhez. Aztán tovább folytatva, ugye Mária az angyali üdvözletkor jelet kap, Erzsébet öregségére gyermeket vár, Istennél semmi sem lehetetlen. És akkor Mária nem hitetlenkedik, nem okoskodik, hanem azt mondja, legyen nekem a te igéd szerint. Visszavonhatatlanul és örökre odaadta magát az Istennek, hogy a világnak nekünk adhassa Jézust. Ez a megtestesülés pillanata. Ahogy Isten részéről elhangzott a legyen, a fiat a világ teremtésekor, és lett a világ benne az ember, itt is elhangzik a fiat, a legyen nekem a te igéd szerint. Názáretben a bazilika tetején, illetve homlokzatán ez a felirat olvasható. Itt az ige testé lett. Ez hitünk egyik sarkpontja. Aki ezt nem hiszi, az nem hiszi Jézus istenségét. Visszatérve az elejére, Mária tehát Istenre figyelő ember volt. Sajnos a mai ember életéből hiányzik ez az erény, hogy meghallgassa a másikat. Nehezen tudunk a másikra figyelni, önmagunkkal vagyunk elfoglalva. Mária lehet a példaképünk ebben is, hogy hogyan figyelünk Isten szavára, hogyan fogadjuk el az Isten akaratát, és hogyan figyelünk egymásra. Aztán Mária tudott várni, amíg beteljesedik az ígéret, gyermeket születik. Ez is egy máriás erény, várni, készülni. Kár, hogy a mai modern ember szintén nem tud várni, azonnal, mindjárt, minden, most kell. Testvéreim, kérjük a szűzanyát, hogy tanítson meg minket várni és készülni. Készülni arra, hogy a kegyelem gyümölcsöt hozzon, készülni Isten országába, ahol nem lehet üres kézzel belépni, hanem a jó cselekedetekkel felvértezve. Advent utolsó vasárnapján tekintsünk Máriára, legyünk Istenre figyelő emberek, akik életükben megvalósítják Isten akaratát, hogy Máriával együtt mi is nap mint nap kimondjuk ezt, akár szóval, akár csak az akaratunkkal, legyen nekem a te igéd szerint. Amen. Kedves nézőink, ezzel ma esti magazinműsorunk véget ért. Munkatársaim és a magam nevében is engedjék meg, hogy áldott, békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánjak Önöknek. Legközelebb jövő héten, szerdán este 7 órától ismét várom Önöket. Addig is a viszontlátásra!